Szia, Miki! Köszöntelek! Mikulás Ralin találkoztunk szerintem itthon utoljára, azóta nem mentél, gondolom készültél a idei évre. Erről tudnám mesélni egy kicsit nekünk, hogy télen hogy készültél, mik voltak a idei évre a tervetek? Igen. Szia, Peti. Mikulás Rally után még volt egy Kovászna Rally, ugye nem itthon, hanem Székelyföldön. Mikulás Rally, hál' Istennek, nagyon szuperül sikerült, de Kovászna Rallyn is harmadikak lettünk, úgyhogy az is egy nagyon nagy élmény volt, még sokkal nehezebb terepen, mert ott ugye havas földeken, meg néhol olvadt, néhol lefagyott viszonyok között kellett menni, hát egy nagy kihívás is volt, meg egy nagy élmény is. Az elmúlt időszakban, ami nekünk viszonylag új dolog volt, hogy először állt elő egy olyan helyzet, hogy volt időnk egy kicsit túrázgatni, meg tesztelgetni, mert hogy a tavalyi évben kezdtük gyakorlatilag ezt a versenyzés dolgot, és mindig vagy az autót kellett építeni, vagy jöttek a versenyek, féltünk, hogy nehogy valami baja legyen, ugye időben elkészüljön a versenyekre. Volt decemberben a Mikulás, talán január végén Kovászna, viszont pont ez a március-április időszakban sikerült azért egy 3-4 alkalommal elmenni egy ilyen túrára, és egy kicsit élvezni, meg tesztelni is az autót. És mit szóltál ahhoz, hogy most bevezették ezt a karantént, és ezért most nem tudták megrendezni a bugatti versenyt? Hát nagyon-nagyon szomorú voltam. Az utolsó pillanatban kellett, hogy lemondják, de hát nyilván nem volt más lehetőség. Szerintem minden más sportolóval együtt, meg motorsport szerelmesével mindnyáján nagyon-nagyon várjuk, hogy újrainduljanak a versenyek. Most a következő napok, hetek kérdése szerintem, hogy az MNAS ezzel kapcsolatosan további fejleményekkel álljon elő, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hírek vannak arról, hogy esetleg már júniusban lesz verseny, meg július végére át lett rakva a lengyel, ez a Bahasz-Szecinek, úgyhogy készülünk, készen vagyunk. Az idei versenyszezonban, ha minden jól megy, akkor két autóval fogunk indulni, ami szintén fejlemény, hogy ugye itt a második évre hivatalosan is csapattá alakultunk, Bedu Racing néven, továbbra is foglalkozunk a kelemeknek az átépítésével, ugyanakkor most egy saját névvel, saját licenccel rendelkező csapatként fogunk szerepelni, és remélhetőleg két autóval. A fejlesztésekről tudnál mondani valamit, hogy a tavalyi évhez képest mik voltak azok, amik nem voltak jók, és azon kellett módosítani, vagy találtatok ki új dolgokat, hogy mi lesz, hogy lesz jó? Nem olyanokon módosítottunk alapvetően, ami rossz volt tavaly. Tavalyi év második felére már sikerült szerintem így nagyjából kiforni azoknak a dolgoknak, meg a gyerekbetegségeknek kell túl lennünk, amiken módosítani kellett. Amik alapvető újítások, azok már korábban is tervben voltak, csak hát nyilván idő kell ezeknek a kifejlesztésére. A kerékjárati dobot karbonkevlárból csináltuk meg. Ennek elsősorban biztonság szempontjából van jelentősége, mert előfordul, hogy ágak, vagy kitört szőlőtőke be tud fúródni, és ugye az ember lábát elérni. Ezen nem fog keresztül menni, vagy csak olyan esetben tud keresztül menni, hogy valami nagyon nagy baleset van, és akkor már még nagyobb a probléma, illetve a teljes belseje karbonból készül az új autóknak. Ezáltal könnyebb is, szebb is, több hely is van belül, meg jobban szerelhető, hozzáférhetőek azok a részek, amik korábban nehezen hozzáférhetőek voltak. Oldalról felfelé nyílik az új ajtó, úgyhogy egy csomó inkább praktikus, meg hát biztonság szempontjából fontos dolgot újítottunk. A motorhoz is hozzá lett szoftveresen nyúlva, 15-20 lóerővel elvileg most erősebbek lesznek az autók. Ezen a téren nem tervezünk egyelőre komolyabb fejlesztést, mert egyelőre ezt kell kiautózni, és ugye az több komolyabb átalakítást igényelne, és több nehézséget von maga után, hogyha 200 lóerőfölé szeretnénk ezeknek a teljesítményét emelni. Hűtését, mind intercooler, mind a motornak a hűtését hátra felülre helyezzük. Csináltunk egy ilyen légbeömlőt az oldalára is,
hogy tovább növelje a hűtésnek a hatékonyságát. Ugye van egy karbon ilyen levegőcsatorna a tetőnek a belső oldalán. Elkészült egy teljesen új autó, ami ugye át lett adva már a gazdájának, erről Facebookon talán sokan láttatok képeket, ez a lila-fekete autó. Itt, amin ülök, az a csapatnak a második autója lesz, szintén egy teljesen új autó. Ez most nincsen teljesen összerakva, mert a belseje, ez a karbon műszerfal, azon vannak most még ilyen apróbb munkák, és hamarosan bele fog kerülni az is, és akkor össze fog állni, meg az ajtók rákerülnek az oldalára. Valószínűleg a jövő héten fogjuk ezt matricázni, és új dizájn lesz idén, és hogyha ezzel is készen vagyunk, akkor azzal az autóval, mert tavaly meg remélhetőleg idén menni fogok, azon is át fogjuk alakítani az ajtót, illetve a műszerfalat. Egy ilyen utánfutóval bővült az eszközeinknek a tára, mert ugye két autóhoz ugye a kerekeket cipelni nem volt elég az a kis teherautó, amivel eddig mozogtunk. A kis teherautóra kerül majd egy nagyobb utánfutó, illetve két személyautóval fogjuk húzni a versenyautókat a versenyekre. Most ezeknek a dizájnján is el fogunk kezdeni dolgozni, hogy a megjelenésünk is olyan legyen, mint amilyen a hozzáállásunk ehhez. A csapatról lehet tudni valamit, hogy kik lesznek a csapattársak? Egy székely srác, akivel több találkozhattak már, a 2018-as Mikulás Rallin indult itt. Nem akarok előre ígérni semmit, mert most ez a vírussal előállt helyzet, meg a gazdasági lehetőségek, nem tudom, hogy pontosan hogy fognak alakulni, de vele tervezzük együtt ezt a bajnokságot. Ő tereprali versenyen side-by-side kategóriában tudtommal még nem indult, viszont én azt gondolom, hogy egy nagyon ügyes kezű pilóta lesz, úgyhogy csapaton belül is arra számítok, hogy nagy verseny lesz, persze egymást támogatva, de ugyanakkor a verseny az talán mindkettőnk eredményét majd előre viszi. De idén ugyanúgy apukáddal mész? Ő a terv? Igen, a terv az persze, hogy vele. Ami versenyen részt tud venni, tavaly is így volt, hogy együtt mentünk, nyilván a munkájából vagy egyéb elfoglaltságaiból adódóan előfordulhatnak olyan versenyek, ahol más fog beülni, de mindenképpen az a cél, hogy együtt legyünk. A csapatnak a felállása alapvetően ugyanaz, ugye Bató Zolival közösen folyik a fejlesztés, a Zoli rakja össze ezeket az autókat, a műszaki kérdéseket megvitatjuk, de hát ugye sok ötlet indult tőle, illetve édesapámtól. Nyilván itt a anyagi erőforrásoknak a megteremtésében a oroszlán szerepet édesapám vállalja. Mindenki próbálja belerakni azt, amit tud, a lehető legjobb cél érdekében. Mi igyekszünk a tudásunknak és a lehetőségeinknek a maximumát belerakni az összes fejlesztésbe. Szép lassan úgy érzem, hogy kezdi kiporni magát egy tényleg piacképes autó, aminek hosszabb távon külföld lehet a piaca. Ehhez célunk az, hogy honlapot csináljunk, Facebook oldalt, ez valószínűleg hamarosan, ha nem is a honlap, a Facebook oldal, ez publikus lesz, illetve részt kell venni lehetőleg minél több nagyobb rendezvényen. Úgyhogy cél idén is az, hogy legalább egy világkupa futamra el tudjunk esetleg menni komplett csapattal valóban külföldre, esetleg Portugáliába, az egy álom lenne, de hát meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő, mik lesznek a lehetőségek. Zárat feloldották, most gondolom ti is ki fogtok mozdulni majd, tesztelgetni, hogy mi hogy működik. Bízom benne, hogy lesznek szervezett tesztek, ugye Garambölgyi Zoli szokott csinálni mindig ilyen terepsulikat, remélem, hogy olyan is lesz hamarosan, és arra el tudunk menni, mert hát magunknak is fogunk csinálni kisebb teszteket, gátlókat beállítani, az útokat is ugye mielőtt az ember versenykörülmények között próbálja, mindenképpen meg kell valamilyen szinten járatni, kipróbálni, hogy az autó összeálljon, ne ott jöjjenek ki adott esetben kisebb gyerekbetegségei, úgyhogy igen, most lesz szerintem erre egy hónap nagyságrendileg, hogyha júniusban esetleg tényleg lehetőség lesz már a Bugatti versenynek a pótlására, akkor nem maradt már egyébként nagyon sok idő.
Hát köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk, és akkor remélem, hogy nem sokára találkozunk. Hát én is nagyon remélem, és köszönöm a kérdéseket. Köszönjük. Szia! Szia, szia!